Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Elfogás, percek alatt elkapták a rendőrök a táska tolvajt. Sertéspest is újabb területen mutatták ki a betegséget. 20. Bartina túra, 2000 résztvevője volt a nemzetközi túrának. Báli szezon, a megye több pontján is mulatságok voltak. A Tollantáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fényes nappal tépték ki egy nő kezéből a táskáját Szekszárdon. A bűnözőt szinte azonnal el is fogták a rendőrök. A férfi a kihallgatása során még egy súlyosabb bűncselekményt is beismert. Itt a szekszárdi Honvéd utcában fényes nappal tépte ki a 18 éves rabló egy sétáló nő kezéből a táskát, amivel rögtön elfutott. A menekülő férfit a helyszíntől nem messze vették észre a járőrök, azonnal el is fogták. Ezeket a fotókat már az egyenruhások készítették, mielőtt kihallgatták a tolvajt, aki meglepetésükre nem csak ezt az egy bűncselekményt ismerte be. A férfi kihallgatása, valamint helyszíni nyilatkozata során elmondta, hogy nem csak ezt az egy táskát lopta el ebben az időszakban, hanem korábban egy másik személy ellen is elkövetett bűncselekményt, mégpedig úgy, hogy a kezéből a táskáját kitépte. Ezzel kapcsolatban a férfit szintén gyanúsítottként hallgatták ki, egy rendbeli rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A rendőrök kezdeményezték a férfi előzetes letartóztatását. A történet viszont itt még nem ért véget, mert a nő, akinek a tolvaj megpróbálta ellopni a táskáját, köszönő levelet küldött a rendőrségnek. Ebben azt írta, maga és a családja nevében is köszöni az ügyében gyorsan intézkedő rendőrök munkáját. 8 balesetnél kellett intézkedniük a rendőröknek Tolna megye útjain a hétvégén, egyik esetnél sem sérült meg senki, az anyagi kár viszont így is jelentős. Az egyik legsúlyosabb baleset Hőgyész belterületén vasárnap délelőtt történt, ott egy autó belehajtott az egyik lakóházba. A délelőtti órákban egy férfi közlekedett a településen. Az útviszonyoknak nem megfelelően közlekedett, hiszen a sáros nedves úttesten megcsúszott, ennek következtében neki csapódott egy házfalának. A házfalával közel egy négyzetméteres repedés, illetve házfalbeomlás következett be, de szerencsére senki sem sérült meg a balesetben. Szekszárd több forgalmas pontján is forgalomlassító félpályás útlezárással tiltakoztak szombaton délután a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagjai és támogatói. Az akcióval ahhoz az országos tüntetés sorozathoz csatlakoztak, ami azért indult, hogy a kormány vonja vissza a munkatörvénykönyvének módosítását. A szekszárdi demonstráció szervezői emellett a minimálbér kétszámjegyű emelését, a kafetéria rendszer visszaállítását, a közszférában dolgozók fizetés emelését, a sztrájkjog újraszabályozását és a korengedményes nyugdíjak visszaállítását is el akarják érni. Újabb területen mutatták ki az afrikai sertéspestist. A disznókra szinte biztosan halálos betegséget eddig csak vadon élő állatokban találták meg. Az Agrárkamara Tolna megyei elnöke azt mondja, a legfontosabb, hogy a betegség ne kerüljön át a házi sertés állományra, akkor ugyanis gyakorlatilag minden állatot meg kell semmisíteni. Az ott mögötte, az a fehér. Az a mandula. Egy frissen kilőtt vaddisznó manduláját vágta ki a vadász, hogy a szövetmintából megvizsgálják, az állat elkapta-e az afrikai sertéspestist. Így mutatták ki április végén egy döglött vaddisznóból a vírust a Heves megyei Mátra aljánál. A NÉBIH azonnal megtiltotta, hogy a fertőzött területről élő állatot vagy vaddisznóhúst vigyenek ki. Az emberre veszélytelen betegség azóta Nógrád, Heves, Szabolcs, Szatmárbereg és Borsódabaú-Zemplén megyékben jelent meg. Utóbbi területen múlt héten újabb beteg vaddisznót regisztráltak. Ami rendkívüli ebben a betegségben, hogy az elhullás 95%-os, tehát 100 vaddisznóból 95 az, ami elpusztul ebben a betegségben, és nincs ellene se vakcina, sem egyéb gyógymód. Hál' Istennek Tolna megye még nem fertőzött terület, viszont nagyon fontos az óvatosság. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért arra kéri az állattartókat, hogy tartsák be az ilyenkor szokásos, szigorú szabályokat. Nagyon-nagyon fontos a jó vadászati higiénia betartása, főleg azokon a helyeken, ahol, hogyha valaki vendégvadászként fertőzött területre
megy vadászni, akkor nagyon fontos a vérrel való szennyeződésnek a megakadályozása, tehát hogy a gépkocsin, gumiabroncsokon, gumicsizmán ne kerüljön vér, vagy pedig, hogyha már megtörtént, akkor a fertőtlenítés rendkívül fontos ilyen szempontból. A sertéspest is miatt több ország húsbeviteli embargóval szankcionálja a hazai tenyésztőket. Ez már most is milliárdos károkat okoz nekik. Egyelőre csak a fertőzött területekről nem vesz át például Oroszország húst. Ezért lenne fontos, hogy a sertéspest is ne terjedjen tovább az országban. Az influenza járvány terjedésével egyre több kórház rendel el részleges vagy teljes látogatási tilalmat, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ hétfőn közzétett legfrissebb adataiból. A heti összesítő alapján megkezdődött az influenza járvány az országban. Az adatok szerint a január 7 és 13 közötti időszakban 19.300 ember, az előző hetinél 75,6%-kal több fordult panaszaival orvoshoz. Több kórházban rendeltek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat. Dr. Szűcs Mária, a Balassa János Kórház orvosigazgatójának elmondása szerint Szekszárdon e pillanatban nincs, és szerdáig nem is várható még részleges látogatási tilalom sem. Országszerte több mint 70 ezer diák írta meg szombat délelőtt a középfokú felvételi írásbeli vizsgát. Azok a tanulók adtak számot tudásukról, akik a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, a 9. évfolyamra vagy az Arany János tehetséggondozó programba jelentkeztek. Szekszárdon a Garai János gimnáziumban 204 tanuló állt neki a feladatoknak. Huszárik Imre igazgatóhelyettes azt mondta, a jelentkezők számából az is kiderül, hogy sokan választják a 6 osztályos képzést. Nagyjából azért mégiscsak, hogy is mondjam, megfelel a jelentkezők száma, a tényleges jelentkezők száma, meg az itt írók száma. Tehát amennyien elmennek az intézményből, körülbelül annyian jönnek is máshonnan. 20. esztendeje szervezi meg az Ifjúsági Unió a szekszárdi dombok között zajló Bartina teljesítménytúrát. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé nőtte ki magát, és a város egyik legjelentősebb sporteseményévé lett. Van egy nagyon jó hangulat, ebbe a szürke januári közepi borongos időszakban ez nagyon szimpatikus. Mi egy túra egyesület vagyunk Kaposvárról, és évek óta járunk ide, jó kapcsolatunk az Ifjúsági Unióban, nagyon szívesen részt vettünk a túráim. Vajdaságból jöttünk, Zamborból, 25-en jöttünk, és ilyen kevert társaság, majd 27 nemzetiségből áll a csapatunk. Közel 2000 résztvevője volt az idei, immár 20. alkalommal megrendezett hagyományos Bartina túrának, mely az év első nagyszabású társadalmi eseménye. Jelentősége már akkora, hogy Szekszárdváros komolyan foglalkozik azzal, be kell építeni a hivatalos esemény naptárba. Ez egy olyan jól megszervezett túra, ami megint illeszkedik abban a sorban, hogy itt Szekszárdon, ha szervezünk valamit, azt jó minőségben tesszük, és a város arculata és városmarketing szempontból nagyon fontos, hogy ilyen eseményekre nem csak a szekszárdiak látogassanak ki, hanem most már az országhatáron túlról is érkeznek vendégek, úgyhogy hát közel 2000-en vagyunk itt a mai napon összesen, én azt gondolom, ez mindent elárul magáról a túráról. A szervezők maguk is csak remélték, egyszer ekkorára növi majd ki magát a rendezvény. Szabó Tamás, a szervezőbizottság tagja azt mondja, évről évre komolyabb feladat ilyen színvonalon megrendezni a túrát. Jövőre 3 ujjás ágyúval készülünk, hogy mindenkinek jusson időben a nedűből. A résztvevők felkészültségük alapján 5 távot választhattak. A legkeményebb profiknak 42, a jó levegőn sétálóknak 3 kilométert kellett megtennie. A túra lebonyolításában 100-nál több önkéntes segített. 31. éves nagy koncertjét rendezte a helyi Babits Mihály Kulturális Központban a szekszárdi ifjúsági fúvós zenekar. A 3 évtized alatt több generáció nőtt fel Kovács Zsolt keze alatt. Az együttes jelenlegi összeállításban várhatóan szeptemberig működik, mert a továbbtanulás miatt nagy tagcserék várható. Ennek a zenekarnak az igazi feladata a gyerekekkel megszerettetni a zenélést, és nekem igazán az a sikeres növendék, akinek az életének a részévé válik maga a zenélés. Tehát nagyon büszke vagyok azokra a növendékeimre, akik pályára mentek, hivatásos zenészek lettek,
de azt tudomásul kell vennem, hogy az ő életükre igazából 14 éves korig vagyok, vagy 18 éves korig vagyok hatással, utána más hatások érik őket, mert ezt így kell csinálni, vagy így kell tenni, és úgy alakul ki a személyiségük, a művészetük, de igazából azokat szeretem, látod majd a zenekarba, és ezeket az idősebb tagokat, akiknek az életelemükké vált az, hogy zenéljenek, bár nem ebből élnek. Vízkereszti kalandra hívogatta az embereket Gerjen a hétvégén. Hagyományteremtő céllal rendezték meg az első terepfutást és dunai csobbanást. Szép számmal érkeztek az aktív résztvevők, de a nézők sem panaszkodhattak a látványt és izgalmakat tekintve. Első alkalommal rendezte meg Gerjen vízkereszti kaland rendezvényét a Dunába csobbanással, amelynek ötletgazdája Pető Zsolt volt. Én 2012-ben csobbantam először a Balatonon, a szigligeti újévi csobbanáson, és hát azt tudom mondani, hogy egy ilyen jeges fürdőzés függőséget okoz a felszabaduló adrenalin miatt, azt már igényli a szervezet, és azóta ezt minden évben meg is teszem. Idén is fürödtem már Nagymaroson, és hát így jutott eszembe ez az ötlet, hogy itt a Paks környéki fiatalokat, sportolókat, ahol szünnep után egy kicsit felrázzuk, megmozgassuk. A csobbanást megelőzte a terepfutás, amely Gerjen komp kikötőjéből rajtolt el, és végül a Paksi Atomerőmű látogató központjában ért véget. Az útvonalválasztás nem volt véletlen, mondta Romhányi Károly. Azon a nyomvonalon fognak végigfutni a jelentkezők, ami reményeim szerint a jövő évben, idei év végén adott esetben a Gerjeni utat jelenti. Ez gyakorlatilag Gerjent a Paksi Atomerőművel fogja összekötni ez az útszakasz. A futók teljesítményét nehezítette az olykor jeges, gödrökkel tarkított, sárral borított útviszony, de mindenki teljesítette a távot, és a nehéz körülmények sem szekték kedvüket. A 12 kilométeres futást nem csak a gyakorlott sportolók, hanem fiatal gerjeni diákok is teljesítették. A beérkező futókat emléklappal és pólóval köszöntötte a rendezvény fővédnöke Kovács Pál nukleáris igazgató, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT igazgatóságának elnöke. A délutáni csobbanásra 13 bátor jelentkezett, többek között Gerjen orosz testvérvárosának Desznegorszk volt polgármestere is. Náluk nagy hagyománya van a vízkereszti fürdőzésnek, számukra nem szokatlan a hideg víz. Kiváló kezdeményezésnek tartja a rendezvényt. Romhányi Károly sokáig hezitált a csobbanást illetően, de végül nem bánta meg, hogy elsőként vetette magát a 3 fokos vízbe. Az első 1 másodperc az volt a borzasztó, utána volt egy 6-7 másodperc, amikor beértem a csónakig meg egy picit ki, az egy nagyon jó érzés volt. Majd amikor kiértem, akkor az a megkönnyebbült érzés volt, úgyhogy végülis azt mondom, hogy jó, mindenkinek ajánlom. A polgármester minden aktív résztvevőt vár vissza jövőre is rendezvényükre, de a nézőkre is számítanak, hiszen a forralt bor, a lángos és a látvány mindenki számára kiváló alkalmat nyújt a közösen eltöltött időre. Megkezdődött a báli szezon, a megye több pontján is mulatságok voltak. Szekszádon a jogászok, Bonyhádon a német nemzetiség, Bátaszéken a sportolók töltöttek el egy vidám estét. Tolna megyében már az 1970-es években is szerveztek jogászbált. A nagymúltú eseménye könnyed szórakozás mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakma különböző területein dolgozók itt adjanak egymásnak randevút. Emelem poharma a BSM minden tagjára, és a jelenlévőkre és a támogatókra, egészségetekre. Bátaszéken az 5 sportág versenyzőit összefogó sportegyesület tagjai báloztak. Nagy Ákos főszervező azt mondja, lassan múlóban vannak a viszályok az egyesületen belül, és a közös cél, hogy az igényeknek megfelelő sportélet működhessen a városban. Somosi Szabolcs alpolgármester azt mondta, a város továbbra is támogatja majd az egyesület munkáját. A tavalyi évben több 10 millió forintot költöttünk a sportcsarnokra, az idei évben a költségvetés ugyan még nincsen kész, de tervezeti szinten szintén több 10 millió forintos beruházás már a sportcsarnokra. Mindez természetesen csak azért, hogy a itt is látható ifjúság, aki remélhetőleg pár év múlva Bátaszéknek a lakosa lesz, mint felnőtt korú lakosa, minden lehetőséghez hozzájusson, amit mi kisvárosként nyújtani tudunk. Bonyhádon a város lakosságának megközelítően 30%-a német nemzetiségűnek vallja magát. Így a hagyományos fábál fontos társadalmi esemény.
Az idei esztendőben a szervezők kulturális programmal is kedveskedtek az résztvevőknek. Szabó Tibor alpolgármester azt mondta, egy település számára mindig fontos, hogy a nemzetiségek jó kapcsolatokat ápoljanak egymással. A város külkapcsolatainak szervezésében kimagasló szerep jut a kisebbségi önkormányzatoknak. A 70-es évek óta rendeznek meg Bonyhádon a Schwab-bál. Minden alkalommal teltházas rendezvényről beszélünk. Nem hiszem, hogy kell ennél különösebb vagy jobb példa arra, hogy jól működik egy önkormányzat, vagy éppen egy nemzetiségi önkormányzat. Regionális híreink következnek. Folyamatosan megújulnak a rendelőintézetek, egészségügyi fejlesztések Pécsen és Baranyában. A drávamenti turizmust fejlesztik, projektzáró rendezvény Pécset. A jövő tudósait képzik, tehetséggondozó program a Dél-Dunántúlon. Megmarad a komlói kórház, sőt a felújítások is elkezdődtek már, ezen kívül jelentős egészségügyi fejlesztések voltak a baranyai megyeszékhelyen. Például a klinikák megújítására 40 milliárdot fordítottak az elmúlt években, mondta a térség egészségügyi fejlesztéseiről a terület országgyűlési képviselője. Hoppál Péter a most szépülő Veres Endre utcai rendelő munkálatait nézte meg egy helyszínbejáráson. Több egészségügyi fejlesztés volt eddig Pécsen, megújult a Lánc utcai intézmény, Kertváros önálló szakrendelőt kapott. Most az uránvárosi rendelő van soron, mondja a város alpolgármestere. Az épület korszerűsítése mellett ultrahangos készülékeket, CT-t, mammográfot, lézeres bőrgyógyászati eszköz szereznek be. Mintegy 450 millió forintba kerülnek a Veres Endre utcai fejlesztések, de további beruházások várhatók a városban. Korszerűsítjük a városi rendelőintézeteket, a szakellátást, valamint egy másik fejlesztési forrás felhasználásával az önkt tulajdonú házi orvosi rendelők felújítását is elkezdjük a következő hónapokban. Mindezek mellett lehetőség nyílt arra is, hogy a házi orvosi praxisok, praxis közösségek is fejlesztési forráshoz jussanak magyar kormány támogatásával, természetesen ezt is szeretnénk Pécs városába is megjeleníteni. 5,8 milliárd forintra pályázhatnak népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, prevencióra, a család- és gyermekorvosi praxis közösségek, praxisok, illetve fenntartó önkormányzatok. Ezt a napokban jelentette be a szaktárca. Amit ti szűrtök. Igen, és az magasabb szintű ellátást igényel, igen, akkor az oda kerül az egyetemre. És hogyan tudjuk segíteni az egyetemet, hogy ez úgy? Annyi van, hogy a várakozási idő csökkent. Pécs országgyűlési képviselője érdeklődött pénteken a Veres Endre utcai rendelő fejlesztéséről. Hoppár Péter azt mondja, választókörzetében például Komlón is fontos döntések születtek az egészségügy területén. Az a kérdés felelet állandó dilemma, hogy mi lesz a komlói kórházzal, mi lesz a komlói járóbeteg ellátással. Ez nyugvó pontra jutott ez a kérdés. A kormányzat a szanálási listára térkép, illetve a szakmai minőség alapján nem tette fel Komlót, jól sikerült pozícionálni a komlói intézmény helyzetét, úgyhogy ott is már felújítások zajlanak, és a szociális intézménynek a teljes körű megújítása is. Pécsen pedig az egyetemhez tartozó klinikákon, gyógyító intézetekben pedig 40 milliárdos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt években. Megújult a 400 ágyas klinika, az onkológiai intézet többek között, valamint korszerű eszközöket szereztek be, ami az egész Dél-Dunántúl betegellátását segíti. Turisztika, gasztronómia, hajózás, többek között ezekre a területekre koncentrál az a projekt, melynek keretében a drávamenti turizmust segítik fellendíteni. A programban a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Horvát Hajózási Ügynökség vett részt. A projekt pécsi záró rendezvényén számoltak be a megvalósult beruházásokról. Turisztikai hajózási útvonal fejlesztése a Dráva folyón. Ezzel a címmel zajlott egy projekt a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Horvátországi Hajózási Ügynökség részvételével. A program záró rendezvényét pénteken tartották Pécset. Az eseményen Márk László hangsúlyozta, fontos, hogy minél több információt gyűjtsenek a Dráváról. Részletes felmérések is készültek, tehát morfológiai felmérés és sok egyéb. Ezen felül viszont olyan turisztikai információk is
végül is összegyűjtésre kerültek, ami a Dráván hajózókat segíti, például a szálláshelyek, kikötők, víziutak, biciklibérlési lehetőségek, egyebek. A vízügyi igazgatóság igazgatója hozzátette, régóta jó kapcsolatot ápolnak a horvát partnerrel. A projekt 2 évvel ezelőtt indult, ez idő alatt több fejlesztés is megvalósult a Dráva folyó mentén. A horvát oldalon elvégzett feladatokról a projekt menedzsere számolt be. Lidia Hubalek elmondta, számos előre tehetnek szert a programnak köszönhetően. Szeretnénk fejleszteni a szálláshelyeket, ezáltal azt reméljük, hogy egyre több turistát vonzunk a Dráva környékére, főleg az Eszék melletti területekre gondolok, hiszen egy nagyvárosról beszélünk, tehát összességében a Dráva menti turizmusra fektetjük a hangsúlyt. A fejlesztések lehetővé teszik a turisták számára, hogy minél szélesebb körben megismerjék a Drávát és környékét. Így például okostelefonos alkalmazás is segít a látogatóknak a turisztikai látnivalók felkeresésében, a gasztronómia megismerésében, vagy különböző túraútvonalak bejárásában. Baranya, Tolna és Somogy megyéből eddig összesen 130 középiskolás regisztrált a Szegedi Tudós Akadémia egyedülálló tehetséggondozó programjára. A régió bázisiskolája a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma, a cél pedig az, hogy hazánknak legyen újra olyan Nobel-díjas biológusa, aki a Magyarországon végzett kutatásokért kapja az elismerést. Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre a Tudós Akadémiát azzal a céllal, hogy újra vonzóvá tegyék a fiatalok számára a tudományos életpályát. A hagyományos iskolarendszerrel párhuzamos egyedülálló programba 12 bázisiskola, köztük a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma is bekapcsolódott, és feladata a régió tehetséges diákjainak kiválasztása, folyamatos fejlesztése, valamint a nekik szóló helyi programok szervezése. Tulajdonképpen a mai iskolarendszerben egy olyan képzési formát látunk, ahol a diák egy vertikális rendszerben elkezdi tanulni a biológiát 7., 8., és így halad tovább a gimnázium évek során az egyetemen. Ez a képzési forma pedig egy horizontális megközelítést adna, ahol lehetősége van arra a középiskolás diákoknak már, hogy egyetemi mentorok segítségével, ha elég tehetséges, akkor komolyabb kutatásokba kapcsolódjon be, és hogyha eredményeket ért el középiskolába, akkor ne kelljen az egyetemen újra előről kezdeni ezt a menetelést, hanem az ő meglévő tudás szintjén egy magasabb szintről léphessen tovább. A régióban eddig 130 diák regisztrált a programra, a bázis intézményből összesen 40. A Tudós Akadémián elméleti előadások, gyakorlati laborfoglalkozások, digitálisan kiküldött online feladatok és konferenciák szerepelnek a programban. Ezek bármelyikében részt vehetnek a tanulók. A program legszélesebb bázisát jelentik egyébként a középiskolák, hiszen a Tudós Akadémia a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A tervek szerint az akadémia Szegeden kollégiumot és képzési központot nyit a közeljövőben. A junior válogatott a csehek után legyőzte az Európa-bajnok szlovéneket, valamint döntetlent játszott a szerbekkel, így a 4 csapatos mezőny élén végzett a hazai rendezésű felkészülési viadalon. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Elfogás, percek alatt elkapták a rendőrök a táskatolvajt. Sertéspest is, újabb területen mutatták ki a betegséget. 20. Bartina túra, 2000 résztvevője volt a nemzetközi túrának. Báli szezon, a megye több pontján is mulatságok voltak. Kedden még kisüthet a nap, de a délfelől érkező felhőkből zömében gyenge, szitáló eső, havas eső ígérkezik. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!